megmutatják ezt a nagyszerű ruházati üzletet, amely itt épült nemrég Megyaszóban, és az üzletet olyan mértékben fellendítették, hogy nem mehetek el mellettük, hogy ne szóljak néhány szót, viszont ami a legfontosabb az az, hogy köszöntök mindenkit, én Uno vagyok, és az pedig itt a Transport Fever! És kicsit bezumoltunk Megyaszónak az utcájába, és kicsit körbe pillantottunk, és kicsit. És hogyha valaki szeretne kicsit böngézni a játéknak a reklámjaiba, nagyon jó reklámfelületeket lehet találni, én azt vettem most észre, mind hajók, mind pedig repülőkből, és a reklámfelületek úgy változnak, amilyen technológiát érsz el. Szóval most már 1977-ben vagyunk, egészen jó repülőkkel tudnánk csakkozni, attól függetlenül, hogy mi áll a rendelkezésünkre, de ugyanúgy a hajókra is igaz ez. Book now! Oké, rendben. Foglaljunk le magunknak egy ilyen hajókirándulást, és nagyszerűen használják ezeket az üres panel épületeket, ezért mondom, hogy üres. Üres panel épületeket. Fuck this shit. Reklámfelületnek, viszont nem is fogok ebbe túlságosan kapaszkodni a mostani rész alkalmával, ugyanis nem vagyunk túlságosan elengedve anyagilag. Anyagilag. De úgy látom, hogy ezt orvosolnom kell mindenféleképpen. Nos, akkor hadd látom, hogy itt a 24-es vonal van. A 24-es vonalon egyetlen egy jármű közlekedik. Ezt itt kiixeljük. Azon a vonalon, és azt mondjuk annak az egyetlen egy járműnek. Hol a 24? Itt van. Ő. Most éppen üres, hogy menjen a depóhoz. Azt szerintem ott van szélem. És a 24-es vonalra veszünk szépen egy kamiont. Most már elértük azt a technológiai szintet, hogy kamionokat tudjunk vásárolni, ami nagyon-nagyon jó, mert 80 km/h száguld, és 19-es kapacitásával mindent el tud vinni. Szóval nincsen külön kategóriák, hanem mindent el tud vinni a kamion. És én azt mondom, hogy te kaját szállítsál, vásárolok egyet belőled, és beállítom azt, hogy te a 24-es vonalon, ugye? Igen, 24-es. Oké, azon a vonalon száguld. Lássuk, hogy mekkora lesz az első aprócska profit, amivel minket megajándékoz a játék. Nem tudom egyébként, hogy melyik lenne a jó, sok autót használni városon belül, vagy kevés autót nagy raktérrel. Mármint úgy értettem a sok autót, hogy sok autót használok is raktérrel, vagy pedig kevés autót nagy raktérrel. Mert igaz, hogy ez nagyobb területet szorít ki a forgalomból, viszont Megyaszó még mindig nem 1000 lakosú település. Lássuk a profitot. 32 000. Az úgy egész nice. Ez így egészen hamar meg fog gazdagodni. A 16-os vonalon. Na. A 16-os vonal... az kérem tisztelettel... Ja, azt szállította nekünk a jóságokat! Oké, rendben. 16-os vonal, beállítjuk azt... Igen. Yes. Oké, erre felejtettem el kattintani, de egyébként szépen majd vásároljuk újra ezeket a dolgokat. Itt ezt az autót eladom, a többit is el fogom reflexzerűen adni. 25 millió dollárunk van, és azt tervezem, hogy apró profit részecskékből ki fogom építeni azt a hipervállalkozást, ami finom hangulás segítségével engem milliárdossá tesz. Hogy mindenkinek le tudjam fordítani azt, amit mondok. A világban, amit megkreáltunk, vannak egyirányú profit források. Mint például, itt középen szeretném megmutatni, ez az olajkitermelő, valamint ez az olajfeldolgozó, és az üzemanyagot egy az egybe be fogom szállítani Westminsterbe. Itt már le is raktam neki egyébként egy épületet, amit szerintem pontosan erre szántam, így van. Pontosan erre, de még mielőtt nagyon belelendülnék ebbe a dologba, változtatni fogok a hozzáállásomon, és jóságokat fogok ide beszállítani. A dobozokat beszállítom majd Greensboro-ba. Ezt mindenféleképpen azért, mert Greensboro-t szeretném összekötni majd Megyaszóval. És ezt a hegyet megkerülvén megcsinálni ezt a keleti, azt hiszem, hogy keleti, ezt a keleti társaságot. Így szépen egy gyönyörű vasúti vonalat. Mondjuk ezt lehet, hogy kihagyom Székesfehérvárat. És itt körbe fogom vezetni ezt az egészet. Lassan közeledünk a 2000-es évek felé, idézőjelben lassan. Szerintem kettő kamiont fogok vásárolni. Kettő kamiont, ami jóságokat fog szállítani. Megadjuk neki az új vonalat. Első vonal. Második vonal. Oké.
és veressék neki. A repülővel kapcsolatban eléggé kiábrándultam, mert a repülőm az csak zabálja a pénzem. Jó, most már alakul, de egyébként a településeknek a mérete az, ami leginkább herén rugott ezzel kapcsolatban. Nagyon régen voltunk ezen az oldalon, és évet váltunk. Nagyon régen voltunk ezen az oldalon, azt látom, hogy rengeteg lakos várakozik arra, hogy elszállítsuk. Ó, és modern épületek! Nagyon-nagyon szépek. Nagyon jó. Hatalmas felhőkarcoló. Idézőjel bezárva, 81 ember képes kielégíteni. És lássuk, hogy Mezőkövest hogy áll lakosság szempontjából. 1007! Hát ez nagyon jó. És Mezőkövestbe semmit nem szállítunk be. És szégyeljük magunkat. Ugyanis... van valahol olajfinomító? Mert akkor ki lehetne ott. Kő, ott vannak a jóságok. A jóságoknál nagyon jó, mert műanyagot és fát kell ide elszállítanunk. Itt egyébként elég csak fát, és akkor szerszámokat már fogunk gyártani. Ott van egy fűrésztelepünk. Hol van fakitermelünk? Ott van fakitermelünk. Aha. Azt megcsináljuk egyébként, hogy itt bekötjük Bugyiba ezt a vonalat, végigjövünk ezen a vonalon, majd pedig Szegednél itt lepakoljuk a cuccost. És a deszkákkal pedig visszaindulunk, és zsíre kipakoljuk, és innen pedig nagy beruházás. Mindenféleképpen nagy beruházás, ezért szeretném a finom hangolásra fókuszálni, szeretném most finom hangolással pénzt keresni, lássuk, hogy te hogyan szered nekem a pénzt, szarul. Mennyi nyersanyag marad bent? Nem követtem. Jézusom! Benn maradt 88 tonnányi gabona. És a 72-ből 30... Jó, oké. Rápörgetjük az időt kicsit, követjük ezt a vonatot. Nem követjük, nem felejtem el, szerintem fel fogom érni. És most pedig fókuszálunk arra, hogy ellássunk jóságokkal különböző városokat. Ezt... igen, ott hajóval Greensboro-t ellátjuk építkezési alapanyagokkal. Itt üzemanyaggal Westminster-t, valamint Greensboro-t el tudjuk látni. Úgyhogy első dolgunk az ilyenkor, amikor szeretnénk ilyen apróságokkal foglalkozni, hogy az utakat felfejlesszük. Így most már mindenhova 80 km/h száguldana majd a kamionjaink. Ugye ugyanaz, mint ami az előző alkalmakkor szokott lenni, lerakom szép nédalgarást. Valamint lerakom még azt a kettőt, ami ildomos. Ide egyet. Így. Az üzemanyaga kapcsolatban lehet, hogy nem kellene itt viszni, nem. Bizony, hogy nem. Bizony, hogy nagyon. Itt szépen, na. Ennyi. Fenn a domboldalt. Nem tudjuk. Milyen meglepő. Itt sem tudjuk. Elég szar területet választottunk. Akkor mi lenne, hogyha fejlesztenék először ezt az utat? És akkor nem idegesít... Oké. Akkor az ilyen eseteknél használnunk kell a bulldozert. Így. Mennyivel sokkal, de sokkal jobb. Elhúzzuk ide az útvonalat, szintén itt összekötjük, és már is béke van. És megpróbálunk úgy kicsit egyenesen maradni, egyenes... mekkora dombi. Ezt nem is láttam egyébként. Nem bizony. Na mindegy. Egyenesen menjünk tovább. Egyenesen. Minél egyenesebb az útvonal, annál gyorsabban fog menni a jármű. De gondolom ezt nem kell senkinek se bemutatnom. Minél egyenesebben kell menni, annál kevésbé kell rángatod a kormányt. Fuck logik. Oké. Elhúztuk ezt az egyenes vonalat. Szerintem körülbelül eddig. Igen, és itt már a települést kötjük hozzá. Városon belüli, mondjuk 4 sávos. Így. De csúnya ez. Nem. Nem. Nagyon nem. Egyszer. Így. Kétszer. És jöhet a külterületi út. Elég bénán csatlakozik be, de hát... nem lehet mindig figyelni a részletekre. Oké, már csak egy depóra van szükségünk, valamint egy... azaz egy garázsra.
amit lerakok ide mondjuk a két útvonal közé. Mennyit hiszik egyébként a játék most a környezet véget? És vásárolok mondjuk kettő kamiont. Ez a kettő kamion innen ide fog indulni, és mehetnek is. Ezt a részt egyébként arra gondoltam, hogy a kamionokra szeretném fókuszálni, mert most már a játékba eljutottam arra szintre, hogy ezeket a nagyszerű járműveket fel tudom használni. Az aratairól kicsit annyi a problémám ezzel a járművel, hogy a fenntartási költsége az 51,4 ezer dollár per év, és mindenféleképpen olyan távolságot, illetve olyan mennyiséget kell belőle vásárolni. Függetlenül milyen távolságra, ahol a nyersanyag elszállítása mindenféleképpen megéri. Egy példát gyorsban tudok mondani, amíg el nem kezdjük termelni az olajat, így van, már elkezdtük. Rákattintunk, most 6-8. Minél nagyobb az igény a termelt olajra, annál inkább növekedni fog a termelés. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy vásárolok még egyet, és te üzemanyagot fogsz, és beállítom a vonalat, mint egy új vonalat, és itt lesz az első pont, itt pedig a második pont. És ez üzemanyagot fog szállítani arra a két pontra. Most már látja egyébként a gyár, hogy eljut az emberekhez az olaj. Méghozzá úgy, hogy először egy finomítóba jut el. Finomítóba, azt követően pedig a településbe. Lehet egyébként ez itt eléggé rá fizetéses, úgyhogy át kellene pakolni ide ezt a vonalat, hogy még gyorsabbak legyünk. De úgy vettem észre a játékban, hogy egyenesen arányosan nő az, hogy minél messzebb kell vinni egy nyersanyagot, minél több időbe kerül, annál drágább lesz. Annál többet fizetnek érte. Igen, figyelni kell arra, hogy ha kamiont vásárolunk és nagy a fenntartási költsége, akkor ne csak 10 legyen 19-ből az a nyersanyag, amit elszállítunk, hanem jóval több. Itt most már 2 van, és az még veszteségesebben közlekedik, 3. Mondjuk, hogyha azt akarjuk, hogy ne legyen veszteséges, de fenntartási költséget részlegesen fizetni kívánunk, akkor megkeressük azt a vonalat, amit legutóbb létrehoztunk. Mondjuk ezt a vonalat. És beállíthatjuk, itt van egy load if available, ezt változtathatjuk. A feltöltésnél teletöltjük mindenféleképpen, mindennel teletöltjük, vagy pedig megtöltjük, hogyha elérhető. Ez a három opciót tudjuk változtatni, és hogyha lassabban termelünk, de nem szeretnénk úgy időt veszteni, hogy ilyen 3-4 rakománya, 50% rakománya jár a járművünk, akkor ezt meg lehet csinálni, és akkor a szemnek jobb. De ha nem a depóban van, ha nem a garázsban van a járművünk, hanem itt várakozik a raktárnál, itt ugyanolyan fenntartási költséget kell fizetni érte, mint hogyha koptatná a kerekeket az országúton. Ugyanolyat. Úgyhogy ez végül is egy technikai csiszolmány a játékba, egy technikai finomítás. Van már üzemanyag? Nincs még üzemanyag. Csinálunk már üzemanyagot? Nem csinálunk. Azért, mert finomított olajat csinálunk. Jó, nagyon-nagyon remélem, hogy ez szépen így meg fogja változtatni. Nem tudom egyébként, hogy tudom rávenni azt, hogy ne finomított olajat készítsen ez a... Egyes vonal! Ez az olajfinomító. Lássuk, hogy hol az egyes vonal. Ja, oké. Tehát te követ hozol, és építkezési alapanyagot gyártunk. Jó. Te fixen kő. Igen. Oké. Beállítjuk akkor a kamiont méghozzá kőre. Oké, és jeselünk. Valamint szerintem ez is le fog járni szépen ennek az útvonalnak a szavatossága, idézője bezárva. És nem is fogom növelni most a termelést, bár mondjuk lehet, hogy érdemes lenne növelni, mert akkor többet szállítanánk a kőből, több építkezési alapanyag jönne el tarpára. Hoppá, pont jóra kattintottam. 67%-os ellátás van tarpán. És hogyha megnézitek, tarpának a fejlődése az itt a peremvidéken elkezdett alakulni. Itt van minimális ilyen random utca, itt is, ami nem volt régen, itt is, mert ugye a személyszállításra fókuszáltunk. Na de, térjünk vissza
a nyersanyag kiaknázáshoz. Eltelik néhány év, remek, gondolom ez a tarpai, igen a kettes. Oké, te építkezési alapanyagokat szállítasz, kettes vonalra rákattintunk, újrarakás, olyan szép magyar mondatokat mondok. Építkezési alapanyag, leokézom, lepipálom, és most már csak a... nem marad itt. Nem, oké. Akkor a hármast is meg kell csináljam. Az volt a kettes, és hol van egy? Itt van. Kettes megvan, akkor a hármas ez az oldal lesz. Így van! Hármas. Szintén tükörbe ugyanaz. Beállítom, hogy ilyen kamiont vásároljunk, építkezési alapanyagot hordjon, és igen, cserélt ki, hogyha lejárt a szavatosság. Úgyhogy most, hogy kicseréltem, valószínűleg néhány százezer dollárom fogja kárát látni ennek a cserének. Na de! Kicsit fókuszáljunk erre az oldalra. Itt már beindítottuk az olajtermelést, és 1-2 év... Na mi ez? Busz. A bugyi busz. Hát igen, elég veszteségesek vagyunk, ezen változtatnunk kell. 10 ember tud elvinni, és az egyes vonal... Beállítjuk ugyanúgy, ez a rész arról fog szólni, hogy így szépen rákatintok, hogy mindent cseréljenek le. És 1976-ban, és nincsen lejárati dátum ennek a busznak. Ez nagyon jó. Életünk végéig használhatjuk. Oké, 13 utas, teljesen jó. Leokézzük, lejeszeljük, és mehet. Mehet bugyiba az új busz. És itt van, üzemanyag. Finanszírozásra nézzük, még nincsen profit. Viszont elkezdtünk üzemanyagot finomítani, ami nagyon-nagyon jó. Egy év, szerintem ez az egy év alatti megtermelt mennyiség, ez 46. 80-ban vagyunk, és ó, kaptunk egy zeppelint. Nagyon szép, majd vízre bocsátom, hogyha a vízi vonalam is abszolút képül. Kiépítettünk akkor most egy üzemanyag ellátást. Viszont ott élelmiszert az nem éri meg. Ott van szén, ott van kohászat. Ott van vas. Chicago! Nagyszerű város. A maga 163 emberével. És arra gondoltam, hogy megmutatom, hogy mekkora ereje van annak, amikor előre eltervezzük a települést, úgyhogy bontunk is egy kicsit, és előre megszabjuk, hogy Chicagóba milyen útvonalak legyenek. És arra gondoltam, hogy 20 évet adok Chicagónak. Megpróbálom mindenféle jóval ellátni. Üzemanyaggal, szerszámokkal, gépekkel, élelmiszerrel, mindennel, hasonlóan, mint ahogy megy a szó, de megy a szót sem felejtem el, mert ezt a vonalat ki fogom építeni csak mondjuk sineken, hogy megy a szót lássák el, mind szerszámokkal, mind pedig gépekkel. Viszont úgy látom, hogy elég jó az élelmiszer beszállításunk. Itt telítődik, oké, az nem probléma. Az jó, hogyha profitot termel ez a vonal, mert egyre inkább kezd csökkenni, növekszik a fenntartási költsége. Viszont itt rengeteg nyersanyag van felhalmozódva. Ez a pont, 24-es pont. Igen, vásárolunk te élelmiszert. Így van. És 24-es vonal, oké. Megnöveltem plusz egyel a kamionok számát, úgy éreztem, hogy ez feltétlenül szükséges. Már van, hány ember van itt? Egy. Egy ember. Az ilyen kis hobbi repülősök, hogy így. Jó lenne egy elrepülni, megy a szóba, mert hát miért ne? Mert megy a szó 460 fős. Valószínűleg azért nem nagyon akarnak jönni ide az emberek. Na de. És mi lenne, hogyha mondjuk ezt látnánk el autókkal, ha? Itt van vas, ott van kő, hol van szén? Ott van szén. Át kellene odahoznunk, az nagyon nagy távolság. Igen, főleg, hogy itt van mind a kettő egymás mellett, ezt nagyon-nagyon ügyesen meg tudjuk oldani. Viszont valószínűleg csak a következő részben fogom ezt megcsinálni, valamint a következő részben csinálom meg Chicagónak az ellátását. Úgyhogy maradjunk annyiban, hogy következő részre ki fogom építeni itt a nehéziparnak a hálózatát, méghozzá... Hogy? Méghozzá onnan, hogy a szenet, illetve a vasat egy-egy vonalon elszállítom ide. Ehhez a kohóhoz. Itt van még vas egyébként. Van közelebb kohó? Nincs. Úgy látom, hogy nincs. Nincs. Oké. Elszállítom a szenet, valamint a vasat ehhez a kohóhoz. Ebből a kohóból autókkal átszállítom ide a produktumot.
és egy másik vonattal pedig innen a szerszámokat és a gépeket el fogom szállítani. Megy a szó gazdasági... Hát igen, azt mondanám, el kell takarítanom. Gazdasági állomására. Eléggé kicsi az az állomás, de hát tudjuk bővíteni. Nem probléma. És gyakorlatilag akkor mindenki boldog lesz. Itt hogy állunk? Itt növekszik? Hát picit. Vagy nem. Vagy sem ennyire. Train 5 elérte az élettartamának a maximumát. Ki vagy? Mi vagy? Mezőkövesd és Szeged? Közelítsük meg ezt a vonalat. 90/90, tehát következőnek, hogyha beállítjuk, hogy ez a vonat hogy cserélje le magát, mindenféleképpen gondoskodnunk kell arról, hogy 90-nél több ember tudjunk elvinni. Ő is nagyon súrolja a profit határt, úgyhogy tényleg növelnem kell, mert Szegeden itt még van 36 ember. Tehát kanyar nélkül el tudunk vinni 120-at. Probléma mentesen. Hát igen, itt benéztem az egy sávot. Itt nem gondoltam volna, hogy így búrjánzani fognak az épületek. De ezt majd... Ja nem, azt mondtam, hogy ezt nem akarom kettő sávra növelni. Igen, emlékszek. Jó, rendben, ott voltam. Akkor a mezőköves szegedi vonalat, hogyha szeretném frissíteni, be kell állítanom azt, hogy milyen mozdonyt használjunk. Mindenféleképpen el kell gondolkoznunk a sebes vonaton, de azt is figyelembe kell tartani, hogy nem szeretnék 2 milliós fenntartási költséget. Ennek a vonatnak a húzóereje nem olyan rossz, 188 km per órával tud menni, és 1994-ig tudjuk frissíteni az állapotát. 40 évet bír. Szerintem ezt a vonatot kipróbálom. 748 ezeret kér évente. Igen, hát vagy pedig ezt. Ez egy jóval olcsóbb. De lassabb vonat. Szerintem ez jó lesz. Kár, hogy nem lehet kategorizálni egyébként. 50 év és nagyobb a húzóerő. Oké. Hogyha újra rakjuk, ezt választjuk. Valamint a vagonoknál a személyszállításra kell fókuszálnunk. 105 km per órával megy. Szóval nem akarok olyat választani, ami 200-zal megy, mert minek? 33 utas? Azt a kutyafáját. Ja, ezekből tudom most sakkozni? Oké. 18, 19, 180, 150. 1,8 negyed misi. Szerintem a 18-nál maradok, és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Szerintem jó lesz. 7 vagon, erre cseréljük ki. Amint kiszálltok szerintem az emberek, szépen el fog menni, és elkölt nekem 11 millió dollárt erre a vonatra. Jézusom! Teljesen csődbe fog vinni ez a vonatvásárlás. Óvatosnak kell lennünk ilyen téren, mert... de hosszú ez a vonat. Mert a megtakarított pénzünket fel is emészheti egy ilyen. Úgyhogy ez egy 11 millió dollár értékű vonat. Hát kíváncsi vagyok, hogy mit tudunk kihozni a dolgokból. Az igen, 40 fős felhőkarcolók, remélem, hogy hasonló építmények lesznek itt szerte Mezőkövesden. Nagyon-nagyon remélem. Igen, még mindig Szeged irányába megy. Remélem, hogy hamarosan újra fogja venni magát. Most még van pénzem, úgyis észreveszem azt a momentumot, amikor így elúszik a francba. Következő részek tartalmából, hölgyeim és uraim, szeretném kicsit majd kicsiszolni ezeket az apró jövedelem forrásokat. Körülnézni a pályába, megvizsgálni azt, hogy hol van kihasználható nyersanyagforrás, ugyanúgy, mint például ott a kő, itt pedig a tégla, itt az élelmiszer, itt pedig a farm, ezeket szeretném kicsit lencse végre kapni. Ugyanúgy ebből a farmból vihetek ide is, és Geshamba, milyen amerikai nevű település. Geshamba elszállítani X mennyiségű nyersanyagot. Ott van fa, azt el tudom például ide szállítani, és ezt egy az egyben... Wow! Hello! Van való szerszámgyár? Van itt. Pedig itt fából simán csináltunk szerszámokat. Csak fánk van, abból is tudtok szerszámot készíteni, csak fából. Nem tudom, hogy mit csinálnak belőle, valószínűleg fából vonalzó 2-3 tonnát, de mindenki tudja, hogy a favonalzók mennyire kellendőek, főleg így 1980-ban, mondjuk így már a műanyagnak az idejében. Én köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, mint mondottam, valahol szeretném kihasználni az apró jövedelem forrásokat, valamint Chicagót.
felvirágoztatni utakkal, gyorsforgalmi utakkal és hadsávos utakkal körbevenni. Pénzem van rá, még nem vettem vonatot, nem költöttem 11 milliót, de már a 30 milliót is átléptük így a profit keretünkkel, és folyamatosan jövünk felfele, mint a talajvíz. Örülök neki teljes mértékben, hogy stabilak vagyunk, mint a magyar forint, és kemények vagyunk, mint a kád széle. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, én Uno voltam, találkozunk legközelebb is. Szevasztok!